sok megoldás lehet a problémáidra, de egyetlen egy dolog biztos, hogy jó, és hosszú távon is be fog válni, ráadásul sok mindenre fog kihatni, és ez a játszás. Nézzük meg, hogy mit játszunk, hogyan játszunk, és egyáltalán a játszásból hogyan megyünk bele, és hogy jövünk ki. Tanuljunk meg játszani, tanuljunk meg élni, élni a lehetőségekkel, játszani a lehetőségekkel, és így az eredmény is teljesen más lesz, mint ahogy ezt előtte elvártuk. A mai szemináriumnak a napja a milliárdos tréningnek a tematikáján keresztül fog zajlani, tehát ma pénzzel foglalkozunk, az összes modellt úgy építjük föl, hogy azt a pénzügyi helyzeteinkbe tudjuk használni, az üzleti modelljeinkbe be tudjuk építeni. Ezek után olyan projekteket kell tudjunk felállítani, amelyek nem voltak benne az eddigi elképzeléseinkben. És az elképzelés szónál meg kell álljunk, és ezt egy kicsit kibontjuk. Mi a különbség? Az elképzelésben, a látomásban, vagy a fantáziálásban. Ez egy lényeges pont abban, hogy az üzletben, vagy bárhol, de a mai nap az üzletről beszélünk, tehát az üzletben egészen más eredményeket kapjál, mint ahogy ezt eddig remélted, vagy egyáltalán megkaptad. Az elképzelés nem más, mint az eddigi információd alapján összeállított kép. Ez az elképzelés jó arra, hogy tervezzél, jó arra, hogy összeszed azt, amit van, és kitalálj valamilyen új utat, hogy merre menjél tovább. De ez mindig a régi információkra fog támaszkodni. A látomás egy kicsit ettől eltérő. A látomásban már beleraksz egy olyan képet, ami a vágyaidból keletkezik, tehát vannak a vágyaidban lévő információk, vannak a gondolataidban lévő információk, vannak a realitások, amelyek a memóriában tárolódnak. Ezeket összegzed, és ez mint egy látomás meg fog jelenni. Ez elrugaszkodhat egyébként a valóságtól, ez lehet egyfajta idézőjelben fantáziakép, de ez mégsem fantázia, mert meglévő információban és statikusan jelentkezik meg az életed, jelentkezik az életedben. A fantázia az már egy különleges dolog. A fantázia nem a memóriában lévő információkra épül. A fantázia nem abból építkezik, amit már megértél, hanem a fantázia élő, folyamatosan változó, tehát bármit elgondolsz, ahhoz hozzárakhatsz, és abból lesz egy új, abból megszületik megint egy új, és megszületik megint egy új, tehát mindig képződik valami számodra is új dolog, pedig te találod ki. Olyan dolgokat fogsz tudni látni, amelyek valójában nem történtek meg, nincsenek alapjai, de mégis az alapok belőled indultak ki, tehát valamilyen realitása van, valamilyen viszonya van a realitáshoz, és ez a viszony a realitáshoz adja meg a lehetőséget, hogy a fantázián keresztül eljuss egy új valóságot hoz, a jövőben például. Erre a fantáziára tudod ráépíteni a játszást. A gyerekek fantáziának és játszanak, akkor, amikor játszanak, cselekednek, akkor, amikor fantáziának gondolkodnak. Ezt a kettőt, ha összerakják, abból lesz az igazi játszás, abból lesz az igazi szabad cselekvés, tehát bármiből bármit el tudnak képzelni, nem számít nekik, hogy miük van, az a lényeg, hogy mit gondolnak róla, és ezt azonnal realitássá teszik, azonnal cselekszenek ezzel, tehát például meg tudnak fogni egy seprűt, és azon tudnak lovagolni, és lovas csatákat tudnak egymással vívni. Nem kell nekik hozzá ló, nem kell tudják, hogy a középkori lovagok azok hogyan éltek, ők ezeket kitalálják, és fejlesztik a saját lelküket, a saját tudatukat, és a saját mozgásukat, tehát komplexen élnek egy fantasztikus világban. Az üzleti életedben meg kell alkosd a fantázia lehetőséget, és meg kell alkosd a szabad cselekvés lehetőséget. Ezt tanuljuk ma, itt a Mesterkurzuson, a Hogyan legyél milliárdos tréning napon. Kicsit átdolgozunk egy régi gyakorlatot, nem csak azért, hogy érdekesebb legyen, hanem ettől az átdolgozástól teljesen másképp fogjuk elvégezni, más lesz az élmény is. Tollas gyakorlatról van szó, tehát a papírlapon a tollat hogyan találjuk meg, de ezt nem így fogjuk játszani, hanem itt kint a szabadban, és a teljes test fog mozogni. Ugye a tollas gyakorlatnál ülünk, és csak a kezünk mozog, minimális a test mozgása,
és koncentrálunk arra, hogy a fej dolgozzon, tehát fantáziáljuk. Egész pontosan a memóriától eljutunk a fantáziáig, azért addig a fantáziáig, ahol már semmilyen realitásunk nincsen, és mégis egy reális eredményt kapunk meg. Tehát megfordítjuk az eredményeket. Az elején ugye onnan indulunk ki, hogy van realitás, vannak emlékképeink, és az emlékképeken keresztül megtalálunk valamilyen tárgyat, megtaláljuk a célpontot. Ez egy teljesen normális, tulajdonképpen bárkitől alapban is elvárható eredmény. Mégsem sikerül mindig, de nem foglalkozunk ezzel a nehézséggel, hanem tovább megyünk a lehetetlenig. Tehát amikor már nincsen reális információnk, mindent fantáziából kell megoldanunk, de ez a fantázia nem csak egy idióta csapongás kell legyen, hanem közvetlenül meg kell kapjuk az eredményt, tehát bármennyire nincs információnk arról, hogy hol van például egy tárgy, nincs emlékképünk, valaki elhelyezte és nem tudjuk, hogy hova, akkor is rögtön meg kell kapjuk az eredményt, egy kísérletből egy eredményt kell megkapjunk. Ezt fogjuk itt felépíteni ezen a füves területen. Golflabdák lesznek a sarkok, ugye ugyanaz a gyakorlat, mintha papírlap lenne. Tehát csinálunk egy téglalapot, egy téglalap formájú területet kijelölünk, és kijelöljük azt, hogy honnan dolgozik az expert. Az operátor láthatósági mellényeket fogja elhelyezni a játéktéren belül, és átmegyünk a memóriától egészen a fantáziáig, és így fogjuk megkapni az eredményt. Most viszont az egész test fog dolgozni, és ez borzalmasan zavaró lesz a feladatban. Ráadásul az is zavaró lesz, hogy nem lesz föntről rálátásunk a feladatra, mint ahogy a tollas gyakorlatnál volt. Tehát nagyon abban a síkban dolgozunk, ahol élünk. Ez sokkal nehezebb lesz, de meg kell tartanunk azt, hogy valóban dolgozzon a fantáziánk, és ezzel együtt tudjunk szabadon cselekedni. Szabadon cselekedni, és ez a legfontosabb, tehát játszani kell megtanulni. Nagyon nehéz ez a feladat, nagyon nehezen is kapjuk meg a jó eredményeket, de kitartós gyakorlással minden megoldható. Természetesen vannak olyan hibák, amelyeket orvosolni lehet, így ebben a feladatban észrevett hibákat egy teljesen másik feladatban fogunk kijavítani, és a hiba az az, ami az életben is jelentkezik mindenkinél, csak nem látványos, hogy ez a hiba, mégpedig az, hogy a cselekvésnek a sebessége nem megfelelő. Ezért ebéd után azt fogjuk gyakorolni, hogy a megfelelő, a tanuláshoz megfelelő sebességet hogyan lehet elérni. Se gyors, se lassú ne legyen, ugyanis optimális sebességre van a cselekvésnél szükség ahhoz, hogy a szervezet alkalmazkodni tudjon, és így lesz optimális a tanulás is. Így tudjuk optimálisan fantáziálni a jövőnket, mert ha elsietjük, akkor nem jön létre, és hogyha túl lassúak vagyunk, szintén nem jön létre. Tehát az optimum nagyon fontos. Szóval golfozunk, mert a golfozás egy remek gyakorlat arra, hogy koncentráljunk a sebességre, koncentráljunk sok mindenre egyszerre, és az eredmény az bizony valamilyen elképzelésnek majd megfeleljen, elrepüljön a labda és leessen pont oda, ahova szeretnénk. A golfozást használom, és ezt már más vlogban, más alkalommal is elmondtam, használom arra, hogy fejlesszem magamat, fejlesszem azt, hogy elképzelek a jövőben valamit, most csinálom azt, amit csinálni kell, utána nincs lehetőségem belenyúlni a folyamatba, és megkapom az eredményt valamikor máshol. Ezt tréningezem a golfozás közben. Amiért most gyakorlatnak adtam a golfozást, és csak egy alaplendítést a többieknek, az ok az, hogy koncentráljanak a sebességre, hogy ugyanabban a sebességben menjenek az egyik irányba és a másik irányba is, ne siessenek, ne legyen lassú a folyamat, tartsák be azt az utat, ahon elmentek, és ugyanott jöjjenek vissza. Szóval nagyon az alapokat, és ezt könnyen elveszíti az ember. Könnyen elveszíti azt, hogy eltervezi, hogy ezt és ezt fogja csinálni, de nem teszi azt, hanem belerántja a kezét, gyors mozdulatot csinál. Ezt mindenki elköveti, ezt a hibát természetesen. De itt, ebben a gyakorlatban ez kijavítható. Nem csak a golf, hanem bármely más sport alkalmas arra, hogy gyakorold azt, hogy legyen türelmed,
hogy pontosan optimális sebességgel nyúj a dolgokhoz. Tehát az életben nem szabad sietni, nem szabad lassúnak lenni, a feladathoz mérten pont olyan gyorsnak kell lenni, ami az eredményhez szükséges.